A Békés megyei Tisza Kálmán közoktatási intézmény orvosházi oktatási egysége október 26-án tartotta meg nyílt napját, melyen az iskola minden oktatási egysége képviseltette magát és bemutatta képzési kínálatát. A nyílt napon az orvosházi oktatási egységbe ellátogató 8. osztályos diákok a regisztrációt követően pályaorientációs tanácsadáson vehettek részt, ahol többek között személyiségteszt segítette őket a megfelelő képzés kiválasztásában. A tantermekben a délelőtt folyamán különböző szakma bemutatókat tekintettek meg az érdeklődő diákok. A fodrász műhelyben szebbnél szebb frizurákat, kontyokat készítettek el a fodrász tanulók, az ökoteremben a környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet, míg a tamboltban az élelmiszer és vegyiáru eladó oktatást népszerűsítették. A nyílt napon emellett bemutatták az ügyviteli képzést, ki lehetett próbálni a gépírást, valamint az intézmény egyedülálló írógépgyűjteménye is elkápráztatta a nyolcadikosokat. Az egészségügyi teremben vérnyomás és vércukorszintmérést végeztek, valamint bemutatták az újraélesztést is. A tantermeken kívül a díszudvaron kőműves és szobafestő szakma bemutatóval varázsolták el a pályaválasztás előtt álló tanulókat. A tornateremben önvédelmi bemutatót tartottak a belügyi rendészeti oktatásban résztvevő diákok, míg a terem mögött a lövészet és a mezőgazdasági gépbemutató kapta a főszerepet. Az intézmény ebédlőjében a látogatók megismerkedhettek a Tisza Kálmán közoktatási intézmény oktatási egységeivel, az iskola kibővült képzési kínálatával, valamint megújult arculatával is. A továbbtanulás előtt álló 8. osztályos tanulók szép számban érdeklődtek az iskola szakképzései iránt. A közoktatási intézmény diákjai betekintést adtak a különböző szakmák fortéjaiba, Dévaványáról fodrász és szabó tanulók mutatták meg tudásukat. A gyomaendrődi diákok cukrász bemutatót tartottak. Míg a békési oktatási egységet a Tisza Média csapata képviselte. Az érdeklődő diákok lapozgathatták az intézmény beiskolázási tájékoztatóját, továbbá színpadi műsorral is bemutatkozott az iskola. Az orvosházi nyílt nap nagyon eredményesen zárult, hiszen közel 300 diák érdeklődött a különböző képzések iránt. Az intézmény gyomaendrődi, dévaványai és békési oktatási egységében is hasonló nyílt napot rendeznek meg a közeljövőben. Gyomaendrődön november 17-én, Dévaványán november 18-án, míg Békésen november 25-én várják a pályaválasztás előtt álló diákokat.